Érdekes összehasonlításról lesz szó a következő percekben, hiszen az Egyesügyi Intézet elvégezte a magyarországi települések besorolását, azt szerint, hogy milyen fejlettségi szintre értek el. Köszöntöm a stúdióban Marek Bertramot, aki az Egyesügyi Intézet elemzője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! Szóval, hogy a módszertan is érdekes, ami alapján besorolták a településeket, de inkább az elején mondjuk el azt, hogy egyrészt a különböző kategóriákban kik azok, akik a legfejlettebbek, és kik azok, akik hátul vannak. Kicsit előrébb kezdeném azért. 2020-ban, amikor az Egyensúly Intézete indult, akkor megalkotta a 2030-as magyarországi vízióját, és egy nagyon fontos területet jelölt ki azt illetően, hogy hogyan tudunk valódi, sikeresebb és gazdagabb országgá válni, és ez nem más, mint a magyarok közössége. Ezért gondoltuk azt, hogy érdemes lenne megnézni valóban, hogy a Magyarország kisközösségei hogyan működnek, és hogy minél sikeresebbek, gazdagabbak legyenek, ezért össze akartuk őket valamilyen szinten hasonlítani. De ez nem azt jelenti, hogy ez a településindex valamiféle abszolút siker, valamilyen abszolút rangsor lenne, mert alapvetően meghatározta azt, hogy milyen indikátorokat tudunk bevonni, hogy milyen adatok elérhetőek. Ezek inkább mankók a település döntéshozóinak ahhoz, hogy a következő években még sikeresebbé tehessék a saját településüket. A konkrét adatok ugye a KSH, tehát mondjuk a módszertat előrevette, a KSH adatokból indultak ki, ugye? De nem is lenne szerencsés, hogy mondjuk ez egyfajta objektív mérce lenne, hiszen mondjuk a politikusok versenyében, ha már egyszer polgármester választás lesz, ugye hivatkozási alap, vagy éppen negatív példa lenne az önök felmérése, nem tartanak ettől? Ez benne van a pakliban, azt látjuk már, hogy minden vezető, illetve helyi média már elkezdte ízlelgetni a saját szája. Vagy, íze szerint. Íze szerint, igen, pontosan. De szerintem fontos azt látni, hogy ez nem méri a politikai teljesítményet. Ott sokkal differenciáltabb és szubjektív változók is léteznek, amiket ezek az indikátorok nem tudnak megragadni. Már nagyon felcsigáztuk a nézőket, hogy kik a legfejlettebbek. Igen, minden bizonnyal. Hogy kik a legfejlettebbek kerületi szinten, jó, annyit még elmondok, még mielőtt belevágnánk, hogy, óriási. Hogy ne tudjuk, hogy az almát ne hasonlítsuk össze a körtével, azért 5 csoportot hoztunk létre a települések tekintetében, és ezeket külön vizsgáltuk. Lakosságszám, már csak a lakosságszám miatt és a jogállás tekintetében is, és a kerületeknél azt látjuk, hogy az 5. kerület vezeti a rangsort, a második helyen jelenleg az 1. kerület, és a 3. helyen a 6. kerület áll. És ami érdekes az, hogy az 5. kerület nem csak őrzi az előnyét, hanem a vizsgált időszakban, 2014 és 2021 között tartó időszakban a legnagyobb előrelépést is produkálta a településindexünk alapján. Tud mondani a 3 olyan mutatót, ami alapján ezek a kerületek jól teljesítenek? Ehhez puskáznom kéne. Jó, nyilván az, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt az adott keret, vagy milyen adott szint feletti kiadásokat ugye rendel hozzá a döntéshozókhoz, ugye? Vagy az, hogy hány vendéglátóhely van az adott kerületben? Igen, az 5. kerületben látjuk azt minden bizonyan, hogy alapvetően a nettó belföldi jövedelem például kimagaslik országos szinten is. Itt nagyon magas az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, de azt is látjuk, hogy az ingatlan árak itt a legmagasabbak. Nagyon érdekes adat, hogy Budapest például ahhoz képest jelentős forráselvonás volt, és mondjuk a lakosságszám csökkent, hiszen kiköltöznek az emberek az agglomerációba, ahhoz képest még mindig fejlődik, legalábbis ezt mondja az elemzés. Igen, ez így van, a bűncselekmények lakosságarányosan csökkentek. Azt látjuk még emellett, hogy gazdagodik a lakosság, tehát egyre több nettó belföldi jövedelemre tesznek szert az itt élők. Itt látjuk, hogy első Budapest, ugye? Bár...
Ezek az agglomerációs települések és városok. És a városok kategóriája, amit a képernyőn látunk. Igen. De Budapest valóban fejlődik. Két dolog probléma viszont. Az egyik az, hogy a lakosság az elhagyja, nem növekszik Budapest népessége, illetve hogy az eltartottság ráta azért szignifikánsan nőtt az elmúlt időszakban. Uh-huh. A nagyvárosok tekintetében, ami a 10 000 főnél nagyobb városokat illeti, megyeszékhelyeket, ott például vezet Székesfehérvár, ugye? Miért? Székesfehérváron szintén azt látjuk, hogy magasak a jövedelmek, és természetesen az iparűzési adó az, ami még szintén előre rendítette Székesfehérvár helyezését, de ugyanazt látjuk a megyeszékhelyeknél is, amit Budapest tekintetében, hogy Székesfehérvár nem csak erős, hanem nagyon megerősödött az elmúlt időszakban, és ha megnézzük például a második helyzetet, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 12 indexpont a különbség Székesfehérvár és Győr között. Tehát ez azt jelenti, hogy Székesfehérvár szinte minden indikátor tekintetében elképesztően jól teljesített ebben a mezőnyben. Ki lehet ezt jelenteni, hogy azok a települések, amelyek hagyományos regionális lemaradottsági szinten rosszabbul teljesítenek, azok ebben az elemzésben is alul maradtak? Igen, ugyanakkor, tehát azzal nem fogok sokat elárulni, hogy Észak-Magyarországon és Dél-Magyarországon vannak jelentősen elmaradott régiók, és sokszor ugye toposz az is, hogy Észak-Alföldön vannak még gyengébb települések. Ugyanakkor optimizmusra adhatok ott, hogy például a Hajdúságban számos település jól teljesített, tehát növekedés mutatott az elmúlt időszakban. Ugyanakkor azt látni kell, hogy Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között azért még mindig jelentős különbségek vannak. Hát nézzék meg Önök is az adott településekre vonatkozó egyensúlyi intézeti elemzést. Köszönöm szépen Marek Bertamnak, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.